hallod? De van póniló is. Azt lehet, hogy megölt. Nem, de ami már abban voltak, csak ültem, az még már látok. Jó nagy. Picit, 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 jobban szeretek, mint őre. Egyébként nagyon kovácsolsz, akármilyen ismeretek. Csak nem biciklit, csak nem kelljen biciklit, nagyon magas. Ezt meséltem már, hogy a baráti társaság elmegyünk biciklizni, és ugye a rők, csérés, milyen egyéb, megbeszéljük, hogy merre megyünk. Mondja a csaj, ő nem tud befordulni. Jó, nagy röhögés, jó van. Föl a biciklire, megyünk, tempó, kanyar, ideg veszi a kanyart, és csak... Az mi? Abban mi van? Minden szar. Flekka. Video profi. Ja. Mert videózok, azért kérdeztem. Ja, az naimi sertésbolt, sertésbolt a főt az már lángolt az a fólia lesz. Így lesz megcsinálva. Egyszerű. Nem, hogy hívják. Saflikba, van megcsinálva, hanem... Volt itt egy szalodna, oda támasztva, hol van? Itt van nálam, mert ja, tüzet kapott köszönöm. Majdnem. Na, fölélénkült a tűz, mondom, kész. Na, mondjátok, mit sütöttetek? Mindenki oda csapogtassa a kozsit. De szívesen sütöm, nem tudok koncentrálni. Szívesebben meg is leszállni. Majd megesszük egy. Nem. Még nem? Nem. Hát mi oda férted? Jó, hát férhetsz. Egyenséggel, ha helyet csinálsz magadnak. Mindenkit el. Ha meg majd nagyon egészséges a fogókokat. Fú, megállom a fogókokat. Szúri mirákló dacskán. Én tényleg azt tervélek, még meg is lehetne sütni. Várjál, ide tartom, de nem tudom, hogy látszik-e valami, nem, csak eltakarja. Ez a tejfülős fokhagymás kenyér, és hagyma is van rajta, meg szólni. Csajok nekem készítették, és tele csöpögtették zsírral. Nem látszik, csak itt most nézd. Most igen, várjál. A sül a zsír, ott van rajta. Fókuszálj rá. Szóval ez lett a sülazsírnak a végterméke. Tejfölös fokhagymás, hagymás kenyér, telecsöpögtetve zsírral. Tejfölös fokhagymás, hagymás? Igen, ezen minden van. Hát fokhagymás, meg hagymás is. Sőt, lila hagyma is van rajta. Mindenki. Mindjárt megkóstoljuk. Pásztasz kérdő. Jó, hát. A szalonnáknak egy jó. Szalonnak így is, meg így is van. A hagymán felkező. Kevés a fokra. Mindig átesik. De egyébként jó. Ha lekapcsolom? Jó. Jön a második felvonás. Nézzük. Krumpli, meg minden, de jó. Már túl. És ő elő van sütve így mikron. Kicsit még a császár szalonnát is, és még megvettem, hogy meg ne romoljon. Ez jó ez a recept. Fokhagymás, tejfölös, hagymás. Szép lesz áll a füst, de hülye, aki hagyja. Lecsöpögtet, hogy zsírra van. Hát az... Még valami kaporjó lenne. Egy kis akkor már tadzi ki lenne. Úgy lenne még jó. Ha meg lenne pirítva, pirítosan megkenni. És azt megkenni fog hagymával, és úgy rá cuccot.